ránézek, hánynom kell. Hát hányja? Tessék! Szólja anyádnak is. Hányjatok együtt. Így olyan jó, menjél szépen hátra, és perd le a kurva lakatot! Mivel? Anyáddal! Kicsfiam, olyan vagy, mint az anyád picsány. Csak nősz, nősz, az egyre kevesebb örömöm van benne. Szervusztok! Szervusztok! Hello! Na, hát itt akkor vagyunk. Beszéljük arról, hogy a 62. adásunkat csináljuk. Az egyébként az mellékes, hogy jegyzem meg, rengeteg. Rengeteg? Kurva sok. Hát babszemből nem sok, de mondjuk adásból már jó. Megint csak feldolgozás műsorral jöttünk, bármilyen meglepő. Ezt mindig elmondod, és tényleg a végén majd egyszer elsütjük, hogy na most nem azzal jöttünk, de nem, még mindig feldolgozás műsor. Nincsen tematika, vegyes számokkal készültünk, viszonylag nemzetközi az adás, több nyelven fognak megszólalni a dalok. Az első számról? Az első szám az, akkor elkezdjük, jó? Az első számmal. Jó, kezdjük. Buff Dex, a zenekar neve. Buff Dex, vagy Bev Dex? Buff Dex, mert németek. Akkor Buff. 90-es években. Mit jelent a Buff Dex? Nem tudtam lefordítani, mert nem is volt rá semmilyen idő. De a Dex szó, mint olyan, hát az megvan. Ez szerintem deszka, volt. Volt. Vagy lap, vagy... De nem biztos. Hát aki németes, az írjon be. De ja. Szerintem foltok. Foltok? Valamilyen foltok. Buff Dexre nem adott ki semmit senki. Meg hát nem is nagyon néztünk utána, megmondom őszintén. Megvan ez bennünk, hogy képesek vagyunk itt így utána nézés nélkül. A Buff Dex az egy dolog, mert ez a német punk, de nem ez a lényeg, hanem az IMF dal, amit feldolgoznak, az Unbelievable, amiről tudunk-e bármit is? Hát tudunk. Ez a egy számos zenekar. Egy számos, viszont abban az időben indultak, én nagyon tudom, amikor a britteknél volt ez az új zenei robbanás, 89 környékén. Igen, az történt, hogy az EMF volt annak a dolognak a kezdete, amikor azok az emberek, vagy zenészek, akik addig nem érdeklődtek ezek után az elektronikai, vagy elektronikus zenék iránt, azok így egyszer csak át... Bocs, csak itt nem tudom miért, de ég a villany. És ez minket zavar? Hát van értelme? Szerintem... Nem tudjuk. Székelünk rá. Na, szóval az a lényeg, hogy az EMF egy olyan zenekar, aki az acid, tehát a sav, acid. A sav, tehát ez így a van. Bevesszük az LSD-re utal az acid. Igen. Ezt a kultúrát átvették a techno kultúrából, és átültették a saját dolgaikra, tehát mondjuk egy EMF, az a Faithless-nek egy ilyen nagyon korai elődje. Egyrészt, ha így mondjuk, másrészt ha így akkor egy ilyen zenei robbanás volt a briteknél, mert nem csak az EMF, hanem akkor volt a Primal Scream, meg a Jesus and Mary Chain. Egy csomó New Wave-es zenekar emelte be a repertoárjába azokat a dolgokat, amik előtte kimondottan annak előtte nagyon nagy különbség volt tehát aki valóban megfogott egy gitárt, vagy lenyomott egy billentyűt, vagy dobolt, vagy bármit csinált, az úgy állt az elektronikus techno, vagy akármilyen zenéhez, hogy az nem zene. Na, itt ez megszűnt, és ezek az emberek elkezdtek egymással beszélgetni, kialakult valami, és elkezdtek olyan zenéket csinálni, amik ezeket ötvözik. És az EMF csinált egy akkora slágert, akkor a Britpop keretein belül, igen. Ami összehozta ezt a Britpop szénát, és azokat az embereket, akik ugyan jártak ilyen partiba is, olyan partiba is, na ott látszik, hogy a klipben belül is látszik, hogy akkor az nagyon nagy újdonság volt. És gyökeresen megváltozott akkor minden, tehát akkor ugye a kinézetük is más volt, mert ilyen jogging felsőben. Hát jó, a britek szeretnek jogging felsőben járni. Faszom frizurával. Már hogy azt mutatni, hogy én a munkásosztályhoz tartozom, tehát akkor joggingba járok meg, mackó felsőben magyarul. Na.
És hát acidnek mondták akkoriban, nem sokáig tartott egyébként ez a korszak, mert aztán jött a rév, meg stb. Társai. Ez egyidős. Nagyjából egyidős, 88 környékén indult az egész. Megelőzték a Prodigy-t. Mert abszolút. Azzal, simán. De a Prodigy is például ugyanezt az utat járta, csak a másik irányból jött. Ők, ők a nagyon durva drum and bass, meg mindenféle dolgoktól jöttek el oda, hogy akkor legyen nálunk is élőzene, vagy mármint, hogy legyen gitár, legyen stb. Ők meg a másik oldalról jöttek, ő náluk volt amúgy is gitár, meg volt billentyűs, meg énekes, érted? Technóba énekes, hol volt az? Van énekes, és akkor csináljunk egy olyat, ami ezt így összegyúrja. Nagyon nagy volt, az MTV egyik ilyen öröki játszott slágere volt. Sőt, hát ugye akkor már, ha lehet így mondani, a pszichedelikus szcéna is valamilyen formában, illetve ez a műfaj is belefolyt, meg hát a könnyű drogok rabságában éltek ezek az emberek. De azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy én azóta se tudom, hogy mi a búbánatnak az EMF a rövidítése. Én sem tudom, de viszont meghallgatjuk ezt a számot most. Azt nem mondtad, hogy hardcore zenekar dolgozta fel? Figyelj, érdemesnek tartották ezt a dalt arra, hogy feldolgozzák. Ezt még sokan, mások is érdemesnek tarthatnák, mert ugye ez egy jó szám. Nagyon jó. 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 Akkor indító dalnak nem volt ez rossz. Ez egy kezdésnek. Akkor menjünk a másodikra. Most jön az átverés? Hát... annyira nem, egyébként ez ilyen tudatalatti dolog, mert a Yes nevű énekesnő ugyanebből a szcénából jött, tehát egy 88-as nagy sláger, én még visszaemlékszem arra, amikor ilyen
Popcorn is, Bravo, meg a faszom tudja milyen magazinokban, ugye azok ilyen heti lapok voltak, és így mindenkit hype-oltak. Az. És na, úgy és nézett akkor... ki a nő, hogy ilyen, mint a 1,90 én magas. Tudom, ismerem a számot. Ilyen rövid tüsi szőkehajú, de egyébként utána néztem ma, mert hogy nem volt időnk rá, jamaikai fater, angol anya. Tehát, hogy ez a, az még a klasszikus, a jó időszakban született, tehát a jó angoloknál. Mi vannak rossz angolok is? Hát elhagyják az uniót már, milyenek ezek. Igen. Na igen. Jó, nem mondjuk ilyen. És ez, én azt hittem, hogy ugye egy slágeres csoda volt gyakorlatilag. De, volt több is. Hát nagy sláger, ez volt a nagy sláger száma. De volt egy csomó neki, amúgy a briteknél ment, mint az állat. Adta ott ment, ott ment, és azt hittük, hogy a saját dal, aztán kiderült, hogy ez se saját dal, hanem egy, mindjárt mondom, Otis Clay nevű csávóé. 1980, az van kiírva? Az van. 80-ból. Aki egy ilyen, hát egy ilyen buflek lapos görög képű. Nem, hát néger, de nem azért buflek, hanem egy ilyen gospel énekes volt egyébként. Jó, de csak a neve miatt, nem tudom, az Otis nekem olyan izé volt, de nem tudok ehhez már többet hozzászólni. Hát a mi korosztályunkból talán, ha meghallgatja valaki, akkor be fog ugrani ez a dal. Jezről nem tudunk azóta se semmit. Azt annyit tudok, hogy megtért. Tehát valami alkohol és drog problémái voltak neki állítólag. Akkor megmentődött. Hogy menjen le. Megmentésre került.
Egyszer csak vége lett. Mi van? És mi nagyon történt? Csúnyán lett vége. Azt kell, hogy mondjuk, amit most elmondasz, hogy ez egy kurva jó szám volt. Jó szám volt, csak a vége olyan volt, mintha a DJ-nek a vállát megveregette volna a két rendőr, meg egy nem tudom milyen tűzoltó, hogy most húzd le öcsém, mert rég a diszkó. Igen. Vagy beverünk egyet. Vagy... De egyébként eszem ágában nem lett volna ezt lekevertetni. Igen. Hát de így alakult. Na, szinte magam előtt látom a popcorn magazinokat. Jó, az a lényeg, hogy most, hogy kiderítettük itt több nagy segítséggel, a hallgatók segítségével, akiknek ezúton is nagyon szépen köszönjük a segítséget, nem mondom ki többet azt, hogy segítség, hogy tehát a lehet hilfe, minket, hilfe, azt tudok, a szót tudok integetni, tehát lehet minket nézni is. Nem, mintha annyira szép látvány lennék én vagy Viktor, de... Na, azért megnyalják a sót egy páron még. Na, hát igen. Azt mondják. Beszélik. Na, tehát az a lényeg, hogy lehet minket látni élőben a YouTube-on, illetve a YouTube-ban megosztva a Facebookon, és a Facebookon kell rákattintani, és akkor lehet látni, hogy itt ülünk, és műsort vezetünk, adott esetben sört, vagy... Mert van az asztalon egy pohár víz is, de azt nem mi ittuk. Nem. Tehát nem. Vagy iszunk. Na mindegy. Nem is biztos, hogy víz. Jó, ne pofázzunk, mert megy a műsoridő. Bocsánat. Oké, harmadik számra ugorjunk. Vaj, mi keveset tudunk az előadóról, aki játsza a Bronski Beat dalt. Nagyon keveset. Controlled Fusion nevű... Igen, igen. Az ki? Hát valami szinti popperek Németországból. De nincs Wikipédia, nincs izé, semmi Facebook, vagy ilyesmi. Felgépelt hajú, Dave Gehen frizurás csávókról beszélünk, kettőről még hozzá, fekete ruházatban. Nem is ez a lényeg, hanem a Bronski Beat dalt dolgozzák fel. Ugye a Bronski Beatet szerettük, az egy szerettük. Jó kis újulámos. És azért kuriózum a dal, mert ez már a Jimmy Somerville utáni Bronski Beat legnagyobb slágere volt. Ezt szerintem fogod ismerni, mert odabasztak basszussal neki, meg szintivel nagyon keményen, tehát ipari hangzással. Hát ha már nincs benne a magas hangú, akkor csináljunk nincs mély, benne mélyet, sajnos. Mélyet akkor. Hallgassuk. Menjen a zene, és akkor újabb próbálkozás itt a integetés a YouTube-on.
kemény szintig, Electric Body Music kurva kemény szintig voltak. Igen, szerintem jó. Ez jó volt. Ez csak azt tudja értékelni, hogy ebben a szubkultúrában, hogy ez Németországban is, Nyugat-Európában egy külön dolog. Ott is, de ők legalább összejárnak. Abszolút, hát ugye ezt már kibontottuk, hogy fétis. Beszéltünk róluk, fétis, a lányok okay, és fiúk. Menjünk tovább. Menjünk Következő. Tovább. Na, itt van kuriózum. Kovács Kati, azaz Kathy Smith nevű. Jó, akkor úrhölgy. Kathy Smith plays. Nem, volt neki játszák, egy száma, ugye? Ha egy rock'n'rollert kaphatnék, azt hiszem, hogy így ejtették. Rock'n'rollert kaphatnék. Mindig azzal járkálnék. Mi ezt ugye egyébként a 88-as csoporttól ismertük. Mi úgy tudtuk, hogy ha egy Frommer Baby-t kaphatnék. Na most az a furcsa eset állt elő, hogy Kovács Kati a saját számát feldolgozta németül. Hagyok időt. Tehát Kovács Kati önmagát auf Deutsch. Így van. Kemény lesz, tehát hogy fel kell készülni, hagyjunk időt embereknek, de indítsuk el a számot. Vegyen egy levegőt, és akkor Kovács Katit, hogy megírták Kovács neki Kati ezt a számot. Kovács Kati mindig jó volt. Múltkor mesélték, vagy jó volt az is, vagy két év, vagy nem tudom mikor volt, hogy fellépett az A38, vagy nem tudom hol, nem ott, valami klubba, de azt mondták, hogy az beszart rockstar. Nagyon, abszolút, tényleg. Meg hát nagyon jó, hogy elkövették ezt a számot ők, mert akkor a 88-as csoport klasszikus se készülhetett volna. Sem hangzott volna el akkor. Na, fasza volt ez. Megint magyarral jövünk, viszont ez már hardcore punk lesz. Hát a Trottelről beszélhetünk.
Hát, elmondom, nagy vonalakban nagyon régi punkok csinálták, 80-as években, aztán a Rupaszov Tamás, egyébként, Rupaszov Tamás, aki egy kitűnő ember, hozzáteszem, elbalosozódott, tehát így elment ilyen hát balra. Eleve is megcsinálta ezt a Trottel Records nevű... Az egy jó kezdeményezés. Dolgot, ami az akkori magyar underground zenéknek a... Hát nem egyedüli, mert volt még a bahiás megoldás is, meg volt még itt kutyás, meg mit a többen, de azért körülbelül abban 3-4 emberben benne volt, akinél, ha neked amatőr zenekarod volt, és nem a, úgymond a rendszer kegyeltje voltál, akkor ki lehetett adni? Kazettán. Igen, de egy fontos dolgot azért ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy Rupaszov Tamás a 80-as években baloshozódott el, akkor. Mert előtte a magyar punk, bárki bármit is gondoljon, és kövezzetek meg, vagy írjatok be, az nem volt balos. Hát nem, mert ugye itt akkor éppen egy baloldali, vagy becézett, vagy mondott. Igen, és rémuralom volt. Hát annyira nem volt rémes a vége, de az elég szar volt. De annak a diktatúrának a idejében sittelték le a CPG-t például. Igen, hát az ellen kellett lázadni, akkor hogy legyünk még balosabb? Most a Rupaszov azért egy érdekes figura, és egy ellentmondásos figura is, mert balos lett a 80-as években. Én úgy tudom, hogy a Franciaországban ők már turnéztek. Én nem vagyok annyira meglepődve ezen, mert én is. Tehát ugyanezt a utat választottam, de és sok mással szemben. De bazd meg, ők egy diktatúrába lettek balosok. Hát jó. Egy komcsi diktatúrába, hát, értett. De látod, hogy volt olyan, aki úgy gondolta, hogy nem úgy kéne csinálni, amit azok csinálnak. De azt meg külföldön látta. Igen, mert ki tudott jutni. Na ez is érdekes. Azért, mert puha volt a diktatúra. Na most nem akarom én bántani Rupaszovot, mert egyébként miért bántanám? Mert bazd meg, nem bántjuk. Nem is azért, nem azért jöttünk ide. Csak nem. Csak itt ugye punkkal foglalkoztunk kurva sokat, mert mind a ketten ebben voltunk benne, meg a szívünk csücske is volt. Igen. Már az életemnek nem része, meg szerintem a tiédnek se, de azért figyelemmel követjük ezt az egész dolgot. Nem is a punkot, de azt is. Tehát, na most igen. A liberal use. Igen. Hát az ez egy szombathelyi... Eléggé szitok szó most itt manapság, ha hát na kimondunk. Most ezt fordítsuk le, de egyébként hát mi a fasznak, mert a mindenki érti. A szabad elvű ifjúság, vagy a liberális ifjak. Na most a 90-es évek is beli szombathelyi hardcore. Bár akkor még mást jelentett ez a szó. Tehát akkor azok, mást. Akik azt mondták, hogy liberál just, tehát a szabad elvű ifjak, abban akkor még beletartozott Orbán Viktor is. Hozzáteszem. Hát volt egy ilyen faszi. Ne, meg... Abszolút. Na de mindegy, ne politizáljunk, zenéljünk. A Trottelről beszélünk, meg erről a számról. A hardcore, tehát a szombathelyi hardcore zenekar játssza a Trottelt. Egy kuriózum van, hogy Asztalos Ildi is énekel benne, aki a Trottelbe is énekelt egyébként. Egy időben. Amíg a Rupaszovnak volt talán az élettársa, jó, ami hát is felesége. Hát szoktak menni. Faszom tudja, hogy működött ez ott náluk. Úgyhogy hallgassuk meg, nagyon rövid lesz, velős tömör és nagyon fasza. Átvettem a hatalmat és kormányt alakítom. Repülőre szállok és bombát dobok Hiroshimára. Megszállom Vietnámot és felszabadítom Afganisztánt. Elműzlek és bújtál a menetülön.
Az van, hogy mindig tetszett, én láttam a Trottel többször élőbe, annó, még a lyukba is, és már akkor is az volt a megállapításom, hogy ott álltam ugye elől a az lyukba úgy kellett állni, hogy így kb. Eddig ért a színpad, most akik látják. Most mutatja, csak mondom. Mutatom, tehát így a köldök felett nem tudom hány centivel. De az a lényeg, hogy pont az orram előtt voltak a gitárosnak a torzítói, meg minden. Akkor ez nem tudom, sok 30 éve, nem 20, de mindegy, régen. És vagy 8 volt előtte. És a legjobban szólt mindig a Trottelnek a gitára. Nagyon, nagyon, na, most is, tehát ez akkori ja. felvétel, és na most ugye a Trottelnek korszakai voltak, ők azért tovább fejlődtek zeneileg, de ez a szám, biztos sokan észrevették, már hogyha hallgatnak minket, hogy angolul is részben. Van, vegyes. Mert ugye európai turnékon azért csináltak angol szöveget, de szerintem ez kurva jó volt most. Igen, na, de... Menjünk tovább, na most akkor mondjad már, hogy mi lesz. Hagyj kérjelek már meg, barátom. Na, megint én jövök? Hát, figyelem, mindenki figyeljen. Fájni fog. Akkor a szám címével kezdeném. Sampani Kai Jotain Jumani. Oké, okay. Zenekar nevét is. Ne Lumeit. Lumeet. Elméletileg... Ne Lumeet! Figyelj, Nandi, elméletileg nekünk ezt érteni kéne, mert hogy ez egy finn brigád. De nem szeretnék szembeszállni a finnugorokkal, de azért nem kéne érteni. Na, akkor ugye nincs kér, vagy kit játszanak ezek az emberek. Nyilván finnek ez már most kiderült. Somebody put something in my drink, de a somebody az majdnem... Sampani. Ó, hogy a véreres... Ezt a számot is ismerjük. Valaki felhívott, elnézést. Ezt a számot szerintem. Aki ismeri ezt a számot, az felhívhatja Viktort, és mondom a számot, nem. Jó. Na, tehát Ramones, somebody put something in my drink. Na most a somebody az majdnem az. Igen, somebody kai jutain tjumani. Na hallgassuk meg finnül a Ramones. Nem tudom, hogy kell kérteni, de majd mindjárt megtudjuk. Bocsánat, behugyozok. Yeah, I'm a single one.
finnek is hallgattak punkot, úgy tűnik. De milyen jól jött ki, hogy még a somebody, a somebody. Nem tudom, hogy mit csináltak. Lehet, hogy nem is azt jelenti. Lehet egyébként, nem tudjuk. De igen. Na, akkor a következő szám, megint nemzetközi, vé tesszük a világot. Los Classiqueros. Classiqueros. Los Classiqueros. A klasszikusok. Vagy a klasszikusok. Hát gondolom azt jelentheti. Klasszikusok. Spanyolországból érkeztek. Vive hoy. Vive hoy. Ez a, az élet. Az élet. Az életet éltetik. El sem mondjuk, hogy kinek a száma, mert mindenki rá fog jönni. Hogy fájjon. Szóljon a dal. Fellöktem a kamerát, de siettem. Mindegy, székelünk rá. Igen. Na, ettől lesz nemzetközivé a világban az meg, hogy ilyen számokat kell leadni. Sorban. Sorban fogjuk játszani jó számokat. Mostantól eldöntöttük itt az előbb Viktorral, hogy nem fogjuk túlcizellálni ezt a műsorszerkesztést. Nem. Egyszerűen hozunk jó számokat, pofázunk hülyeségeket, és így. Nem akarok tematizálni már. Jó. Na,
Mondjad el a következő előadót, mert ez is egy Handsome érdekes... Handsome Hank and his Lonesome Boys. Tehát a jóképű Hankről beszél. Nem, a jóképű az inkább ilyen kedves, kezelhető, kezes. A Handsome a kezes, akivel uh-huh. könnyű bánni. Na, de Handsome Hankről beszélünk. Hát Hank az meg egy keresztnév. A Handsome Guy az, aki ilyen azt teszi, amit mondasz uh-huh. neki, nyírja a füvet, nem minden. És a Lonesome, na mondjuk az mondjuk nem tudom, hogy mit jelent, ez inkább már ilyen... A lone az a egyedül. Uh-huh. A magányos. Magányos mondjuk. Fiúk. Nem tudom, mit jelent. A Lonesome az nekem új, de nem vagyok nagyon gondos. Nem baj azért. Egyébként, mert egyébként a Rasputin című Rasputin. Boniem dalt. Hát akkor minden darálják. Tértünk. Annyit kell tudni a Handsome Hankről, hogy egy buflák hegyi büdös paraszt a svájci alpokból. De tényleg egy buflák! Ne haragudj, ha kimondanád még egyszer azt, hogy buflák, de csak úgy, hogy úgy magadba. Buflák. Na, ez az. Ezért járok én ide. Na. Én azt gondoltam, mert ugye ezek countryba utaznak a csávók. Biztos jó. Amerikai Nashville-ből, vagy mit tudom így honnan, igen. Hős countrysták, a lófaszt, ezek Svájcból jöttek. Na most a svájci alpokban... Ott milyen Rasputint játszanak? Hát igen. Mindjárt megtudjuk. Megtudjuk. Countryba lenyomjuk Svájcból. A svájci countrysokat azért... Szerintem, hogy Guantanamo-ról beszélsz. Nem, tehát a svájci countrysokat így ki kellett egy mondani. Svájci kantonból. Menjen. Eyes of flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear, but to Moscow chicks he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. Cat that really was gone. Ra, ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. He ruled the Russian land and never mind a czar, but the Kazachuk he danced really wunderbar. In all affairs of state, he was the man to please, for he was real great when he had a girl to squeeze. For the queen, he was no wheeler dealer, though... Érzik a szívünk megint, de le kell húzni, mert... Hát de a svájciak nem érzik ezt, nem, én úgy gondolom. Nem, mehetett volna, de az a helyzet, hogy a következő műsor... megígértük, hogy akkor kezdik, amikor kezdik, mert szeretnének telefonos interjúval kedveskedni a hallgatóknak, úgyhogy mi időbe fogunk végezni, mint ahogy ezt megígértük. Ennek következtében a következő szám jön. Igen, a zenekar neve Anathema. Így az van. Anathema. Ezt metal. Lehet, hogy te jobban ismered, mint én. Metal. Ezek valami ilyen doom, vagy valami ilyen death metal-szerű. Metal. Bírom. Hát jó, nem hallgatnám soha a fülhallgatómba, mint hogy más sem, de ismerem őket. Angolok egyébként. Anathema. De én úgy tudom, hogy ők is túllőttek ezen a hörgős vonalon, és valamilyen fajta ilyen szomorú, nem tudom, mi a metálosoknak, van ez a műfaj, amikor ilyen szomorúan szívet, tehát az, mikor a szíved is belefájdul, és úgy adnak elő számokat, de metál, van, de metál. Van goth metál is. Nem az, mert meg az ilyen szomorú metál, vagy nem tudom, milyennek a műfajnak a neve. Hát meg tudod, van ez a love metal is. Olyan is van, sajnos. Az a finn, hogy hívják azt a csávót? Hát a faszom tudja. Jó, most rosszat kérdeztem, de tudod, melyikre gondolok? Tudom, de az ilyen MTV, tehát az ilyen slágermetál. Na, de azok is. Him, igen. Na, tehát, hogy vannak ilyen
utak. Azon a téma, az Angliában egyébként ilyen kult státusznak örvend. Én úgy vagy, tudom. Vagy két számokat de, hallottam életünk. Na hát akkor te bejjebb vagy, mert én csak ezt az egyet. Ami Bad Religion feldolgozás, ami egy amerikai Los Angeles-i punk. De akkor látszik, hogy jóhoz nyúltak. Jóhoz nyúltak, de bazd meg, ezt úgy átértelmezték, hogy ha valaki nem ismeri a Bad Religion-t, vagy eleve a kaliforniai punk stílust, rá se ismer. Na ez a feldolgozások feldolgozása szerintem. Mert ezeket a metal zenészeket onnan lehet megismerni, hogy valamiért én úgy vettem észre, hogy tehát tényleg képzett zenészek állnak mindig metálosnak. Ez biztos. Akár a dobosokat nézzük, akár a gitárosok. Tényleg ezek szeretnek, általában gyorsan leteszik a piát, és azzal foglalkoznak, hogy így pengetnek, vagy dobolnak. És az a megdöbbentő, hogy a Los Angeles-i kertvárosi punk feelingből, ami egyébként egy pattogós, gyors punk dal volt az alap, tök más csináltak, de olyat, hogy összefosod az én adat. Rajta. Az van, hogy itt nem mindenki értett egyet a véleményünkkel, mi szerint ez jó. Nem baj. Az idő is szorít minket. Csak egy kérdést tennék fel, tudunk-e segíteni bármiben is? Menjünk Viktor, a tizedik. Viktor, darra. Biztosan én is úgy gondolom, hogy de nem fogok, de nem azért kérdeztük. Csak megkérdeztük. Tehát a következő szám. Utolsó dal. Az mondd el te. De jó, én annyit tudok a
számról, hogy van ez az STK keretes, fekete STK keretes szemüvegű Elvis Costello, aki gyakorlatilag nem volt New Wave-es, nem volt semmi köze az egész mozgalomhoz, de akkor lett tár, és belerázódott, vagy igen, hogy mondjam, így belekeveredett ebbe az egészbe, igen, és végül is nagyon jól. Jól, kult státusznak örvendett a briteknél, itt annyira nem, de mi ismerjük azért. És hát akkor... de csak ez mondjuk azért van, mert foglalkozunk a kérdéskörrel. De a számait viszont nagyon sokan dolgozták fel, most nem tudok magyart mondani, de... De keresünk valakit. De keresünk. Mondjuk-e, hogy kit dolgoz föl, a Gloomy Sunday, azaz, a Szomorú Vasárnap, a Seres Rezsőféle. Seres Rezső, Szomorú Vasárnap. Azt már egyszer elmondtuk. Ezt sőt, elmondtuk egy korábbi adásból. Sőt, nagyon bőven kifejtettük. Ettől a számtól hányan lettek öngyilkosok. Meg mentek neki a Dunának, meg a pisztolycsőnek. Gyakorlatilag a Seres úr írt egy olyan számot, amit sok hány évvel később, vagy 80-nal, vagy 100, nem tudom. Nem tudom. Nincs, nem, vagy 50-nel? 20-as években, vagy mikor volt ez? Az a baj, hogy akkor kibontottam, és már nem emlékszek rá, mert az agyam az egyébként ilyen szivacs jelleggel működik. És például felszívja azt, amit megiszol. Most ebben a pillanatban. Tehát Szomorú Vasárnap. Szomorú Vasárnap, Elvis Costello, brit New Wave popstar előadásában. És én azt javaslom, hogy köszönjünk is el. Mindenkitől nagyon nagy szeretettel köszönjük, hogy hallgattatok, néztetek. A következő műsorban is jövünk majd. Idővel lesz ez. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. With shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be flowers and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. There's no dream, for in death I am caressing you. With the last breath of my heart I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, I was so asleep in the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday.
Sunday.